A Magyar Turisztikai Ügynökség is támogatja Lilafüred komplex fejlesztési tervét. A klimatikus gyógyhely vonzereinek javításáért felújítanák a sétányokat és a parkokat. A hámori tavat körbe járhatóvá tennék, és a szikla is új funkciót kapna. A megvalósításhoz azonban uniós forrásokra is szükség lesz, Varga László országgyűlési képviselő szerint. Önerőből már több felújítás is történt az utóbbi hetekben. A városgazda új szalonna sütőt, padokat és kerékpártárolókat alakított ki, és madárodukat is kihelyeztek. A 18-as számú odú is a helyére került. A színcinegék leendő fészkelő helye csak egy abból a 100 odúból, amit Miskolc több pontján helyez ki a városgazda. Ebből 9 a lillafüredi sétányon lesz. Új filagúriák, felújított padok és röngből kialakított biciklitárolók. Ötletes megoldások, amiknek a többsége nem is került sokba. A tárolóknál a városban kivágott fákat hasznosították újra. A szakembereink dolgoztak bent a műhelyekben, ami azt jelenti, hogy 21 pad került kerti pad felújításra. Vásároltunk 5 darab beülőt a régi hasított röng asztalok helyett, székek helyett. Ez azt jelenti, hogy komfortosabbá tettük itt a sétányt. Az új szalonna sütő is nemrég készült el, amit most a munkások használnak. Néhány méterrel arrébb ugyanis az Északerdő végzi a kisvasút sínek teljes rekonstrukcióját. A szikla hasznosítása a gyógyászati célokra. Lillafüred fejlesztése tovább folytatódik. Erről szakmai tanulmány is készült, amit a Magyar Turisztikai Ügynökség is támogat. Most az lesz a feladatunk az elkövetkező hónapokban, hogy megpróbáljuk hozzá a forrásokat is megteremteni, hiszen ez több milliárdos beruházás lesz. Tó körüljárása, klimatikus gyógyhely kialakítása, a parkok, az ösvények felújítása, és hát természetesen a kerékpárút, aminek a tervezés az utolsó fázisban van. A kerékpárútra már megvan a szükséges forrás, Lillafüred komplex fejlesztéséhez azonban uniós pályázatokra is szükség lesz, Varga László szerint. Nekünk az a tervünk, hogy kormányváltás után olyan állapotba hozzuk Magyarországot nagyon rövid időn belül, hogy a brüsszeli források megnyíljanak, a helyreállítási alap forrása is, és akkor azt gondolom, hogy nagyon sokféle forrás lehet megnyitni a nagy turisztikai attrakciók fejlesztésére is Miskolc életében, így Lillafüred tekintetében is. Önerőből addig is megvalósulhatnak kisebb fejlesztések a területen. Ősszel a park egyik hídját már teljesen felújította a városgazda, tavasszal pedig egy másik átkelő is megújulhat majd.